Lobogókkal a kezükben, korahű öltözetben vonultak be Tolnára a lovashuszárok. A mohácsi csatára való megemlékezés alkalmából tartjuk meg, most már 6. alkalommal. 2017-ben volt az első ilyen lovas zarándoklat, ami történelmi hagyományozók hajtanak végre, 2. Lajos király seregének nyomvonalán. És hát a célja az, hogy majd 2026-ra, amikor az 500. évfordulója lesz a mohácsi csatának, létrehozzunk egy olyan nemzetközi katonai zarándokutat, ami megemlékezik a mohácsi csatáról, illetve minden olyan katonáról, aki megtette a kötelességét és a hazáért harcolt, vagy akár nehogy Isten az életét áldozta érte. Maga a zarándoklatnak a gondolata az 1926-ból ered, akkor a Hadtörténeti Intézetnek az igazgatója, Akházi Kamil ezredes, a polgármester hivatalokkal együttműködve emléktáblákat helyeztek el a seregnek az útvonalán. Az egyik ilyen egyébként itt látható Tolnán, itt a Tolna megyében több helyen is, például a Vármegyeházán, Szekszárdon vagy Bátán is található ilyen. És ez az érdekessége ezeknek a tábláknak, hogy nem csak egy rövid kis tájékoztatást ad arról, hogy itt vonult el a sereg, hanem annál sokkal részletesebb, tehát bemutatja azt, hogy éppen akkor, amikor Tolnán állomásozott a sereg, akkor kik csatlakoztak hozzá, mekkora számmal növekedett a létszáma a seregnek, és hát azt is sajnos, azt az eseményt is, hogy amikor már a török vonult ebbe az irányba, akkor mikor érkezett ide a mohácsi csata után. És hát a cél az, hogy ennek emléket állítva egy végső útvonalon, egy kialakított útvonalon, lóval, kerékpárral, gyalog, vagy akár víziúton, kenúval, kajakkal végig lehessen járni azt az útvonat, amit 500 évvel ezelőtt ezek a katonák végigjártak. A mohácsi csata 500. évfordulójára már elkezdték a munkálatokat a szervezők. Még egyelőre az a közös gondolkodás szakaszában tartunk. Hát bízunk benne, hogy egy nagyon komoly új kiállítási anyag lesz, aminek az egyik alapja az a kutatási anyag, ami jelenleg is folyik a tömegsírok feltárásával, hiszen hogyha most lemegyünk például, akkor is lehet látni, hogy a 3-as számú tömegsír az nyitva van. Ugye 5 tömegsír van a mohácsi nemzeti emlékhelyen, ebből a 3-as számú tömegsír nyitva van, pont most ősszel folytatják majd a feltárását a Janus Pannonius Múzeum régésze és a Szegedi Tudományegyetem antropológusai. Már most, hogy fölnyitották a sírt az elmúlt 2 évben, nagyon gazdag leletanyag és nagyon gazdag tudományos anyag gyűlt össze, és hát ebből pedig reményeink szerint egy izgalmas, különleges kiállítási anyagot lehet majd összeállítani a nézők, látogatók számára. Az idei felvonuláson a Tolna megyei Rádi József huszárbandérium tagjai vettek részt, de az útvonal során bárki csatlakozhatott hozzájuk, akár csak pár kilométer erejéig is. A bandérium tagjai az attól függen, hogy melyik szakaszon, azért 6-an-7-en mennek, de a csapat létszáma az mindig földúzott 15-16 főre is akár, attól függ, hogy melyik szakaszon, és van, amikor csatlakoznak hozzájuk egy etapon, van, amikor akár többen, és van, amikor kevesebben, és hát a teljes létszám, amikor leszoktak érkezni az emlékhelyre, az olyan 15-16-17 fő. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a terveink szerint ez egy nemzetközi katonai zarándokút lesz, hogy ne felejtsük el, hogy ebben a csatában nem csak magyarok harcoltak a keresztény sereg oldalán, hanem lengyelek, csehek, németek, osztrákok, szerbek, horvátok. Tehát mindenképpen legalább ennek a 7 nemzetnek a képviselőit 2026-ra szeretném meghívni itt a megemlékezésre, de természetesen mindenkit, aki akkor fontosnak tartott ezt az ügyet, hogy védjék a keresztény Európát. Emléktábra koszorúzáson is részt vettek a Tolnára érkező lovas huszárok, akik a mohácsi csata előtt tisztelegbe vágtak neki a zarándokútnak. Évről jövünk le Mohácsra 6 nap alatt a Nemzeti Parknak a színeibe, és ahol táblát állított második Lajosunk, akkor ott mindenhol megállunk, ahol a csapatok gyülekeztek, és így mentek le a mohácsi csatába. Próbálunk mindent megtenni, hogy hűk legyünk ehhez a korhoz. Mindent megteszünk. Napi szinten 35-40 kilométereket megyünk. Itatunk a Dunából, ha le tudunk menni, azért vödrökkel, mindennel készülünk, vizet viszünk magunkkal. Örülünk, hogy részt vehetünk ezen a túrán, szabadidőnket áldozunk fel erre, de örülünk, hogy részt vehetünk ezen a... Nekem felemelő ez. Az ünnepség után a nézők közelebbről is megtekinthették a huszárok öltözetét és lovait.